Hogyha arra gondolunk, hogy Bácskiskun megye és értékek, akkor egyértelmű, hogy sokaknak beugrik nagyon sok szép pillanat, helyszín, építészeti emlék. De azért szerencsére egyre többeknek beugranak azok a híres nagy alkotó, költők, írók, festők, és még sorolhatnám, akik itt éltek a megyében. Ha pedig már híres költőket említettem, akkor Petőfi Sándor neve egyértelműen nagyon sokaknak eszébe jut, Bácsiskú megye több település nevének említése kapcsán is. Rideg László úr, a Bácsiskú megyei közgyűlés elnöke fogadta el a meghívásunkat a stúdióba, és nem véletlen, hogy Petőfit említettem, hiszen 200 éve született, helyesebben, ugye jövőre ünnepeljük ezt a jubileumot. Ennek kapcsán egy egészen komoly rendezvénysorozattal, programmal várják ide Bácsiskú megyébe az érdeklődőket. Üdvözlöm! Én is köszöntöm a tévénézőket is. Én úgy gondolom, hogy ez a megye, amely ugyan jó 70 évvel ezelőtt született csak meg, de attól a területe itt volt régebben is, csak nem így hívták egyes részeit. Ezen a megye területe, ebben a megyében sokan születtek híres emberek. Most, hogy Kodályt, Petőfit emlegesem, és tovább nem is sorolnám föl őket. Én úgy gondolom, hogy a magyar költők közül talán Petőfi volt a legnagyobb, és számunkra, Bács-megyeiek, Bács-Kiskun-megyeiek számára mindenképpen úgy gondolom, hogy egy követhető és egy követendő példakép. Ő lassan 200 éve, hogy megszületett. És én úgy gondolom, ha belegondolunk abba, hogy ez a fiatal ember a 26 éve alatt több mint 800 verset írt, és amit alkotott, és amilyen példát mutatott. És a 26 évét úgy tessék érteni, hogy a megszületéstől 26 éves koráig. Tehát nem, 26 tehát nem év. így van. Tehát nem, a kö, nem az alkotói korszaka volt a felnőtt korában, 26 év, hanem 26 éves koráig micsoda verseket írt, és micsoda életet élt meg a maga valójában annak idején. Úgyhogy. Mikor rájöttünk arra, hogy közeledik Petőfinek a születésnapja, akkor a 200. születésnapja, akkor a, úgy gondoltuk, hogy ezt méltóképpen illik, kötelező megünnepelnie Bács-Kiskun megyének elsősorban, de természetesen az egész országnak is. Úgyhogy a megyei önkormányzat kezdeményezésére a parlament végül elfogadta azt, hogy Petőfinek emlékéve legyen, sőt a 22-es és a 23 as is Petőfi emlékév ként kerül be majd a köztudatba, és ebben a két évben szeretnénk megemlékezni róla úgy, megyünk be különösen, de úgy gondolom, hogy az országon belül is, sőt, tovább megyek, az egész magyar lakta vidéken belül, tehát, és még tovább megyek az egész világon is, talán a legismertebb magyar költőnk mindenképpen Petőfi Sándor. Úgyhogy igen nagyra törő terveink vannak, és nagyon sok munkát végeztünk már ez idáig is. Hát még Kínába is eljutottak a művei egyébként, oh. hogy ha már itt az egész világnál járunk, de egy picit azért közelítsünk vissza a megyére. Van egy megyénk, ahol gyakorlatilag a szemtalan település járt, Petőfi, vannak emlékek, amiket hagyott maga mögött, és hát ezt évről évre nagyon komolyan megünneplik, emlékeznek rá. Egy emlékévben milyen plusz tartalmat, mondani valót lehet úgymond bele tenni, ami, amit mondjuk még meg kell ismernünk Petőfira, amitől egy picit más lesz mondjuk ez, mint egy, egy hétköznapi, vagy egy bármelyik évben megtörténő ünnepség. Hát úgy gondolom az a, az a része, ami újra és újra ismétlődik, az mindig megismétlődik minden egyes születésnapján, a versmondó versenyeken, a fiatalok bevonása, de most egy olyat szeretnénk Bácskiskumban is, és az egész országban is, hogy Petőfinek az egész élet útját, az egész életművét, tehát a hazafiságát, a hazaszeretetét, a fiatalságát bemutatni, és még egy dolgot, túllépve az egy-egy éves évfordulókon, egy olyat alkotni, ami, ami túlmutat ezen. Tehát folytatódik, amikor az emlékév lejár akkor is. Tehát egyfajta Petőfi brendet létrehozni, hogy sik legyen, divat legyen, poén legyen Petőfire hivatkozni. Tehát olyan megközelítéseket kezdtünk el már, akár a reklámterén, hogy Petőfi hogy jelenik meg a mai köztudatunkban. Készítettünk egy olyan filmet, amikor egy Petőfire nagyon hasonlító színész föllép, bejön közénk és, és bemutatkozik. Ráadásul ez a színész, ez Bács megyei, tehát van egy lelki kötődése is hozzá, Bánföldi Szilárdnak hívják egyébként, és őt fogjuk, ő fogja képviselni Petőfit a múltban és a jelenben is különböző rendezvényeken. Milyen eszközök vannak még, amikre számíthatunk, milyen programok lesznek? Megalakult a Petőfi Megyei Emlékbizottság, és, és több száz ötletet gyűjtöttek össze a kollégák, és Hát, hogyha pénzügyre is átvetítem ezeket, akkor 19 milliárd forintnyi összegű ötletre van ö, javaslat, tehát ebbe beleértve a operától kezdve a színpad szerepléseken át, tehát nagyon sok mindent, építményeket is, tehát olyan látogatóközpontot, amely nyilván megmaradna a későbbi időkben. Mi ehhez az ötlethez gyűjtjük a pénzeket is természetesen, a Nemzeti Kulturális Alapnál is lesz, volt már kisebb, és lesznek nagyobb pályázati lehetőségek, és természetesen számítunk megyei szereplőkre is. Gondolok itt elsősorban a legjobban érintett településekre, tehát Kiskörös, a Kecskemét, Szabadszállás, de mondhatom Szalkszentmárton vagy Dunavecsét is, ahol, ahol, folyamatos a Petőfi emlékek ápolása, és, és mindezeken túl olyan, például Kecskemétről említsem a Megyei Múzeumot, aki elindít egy, egy külön sorozatot. De mondhatom nyugodtan a Megyei Könyvtárat is, amely, amely digitális online felületeken is elkezdi Petőfit népszerűsíteni, ha még kell népszerűsíteni, de ugyanúgy a színházat is, amely Szabaló versenytől kezdve sok minden más kulturális programot fog szervezni, természetesen a kecskemétiek javára is, meg a megye többi részén élőket is bevonva. Tehát um, sokat fogjuk hallani Petőfi nevét, de nem lesz unalmas, hogyha jó az az első Én gondolom, gondolom, hogy sok más oldaláról szeretnénk bemutatni Petőfit, és a Petőfi kultuszt, a Petőfi jelenséget is. A Petőfi és uh, honlapunkon, petőfi 200 pontunk meg lehet tekinteni minden eddigi és ezutáni rendezvényt is. Nagyon sok érdekes és színes dolgot szerveznek, alkotnak. Egyébként hozott is egy ilyen színes kis kiadványt, ami a megyéhez kapcsolódik. Hát, hogy Petőfihez mennyire ezt nyilván taglalhatnánk, de egy jó pofa kis mesekönyv is megszületett, a Bácsiskó megyei meséket összegyűjtve. Erről egy picit beszélgessünk, hiszen ez egy jó ajándékötlet is lehet, jönnek az ünnepek. Hát, igen, megyei mesék vannak, 20 település meséi találhatók ebben a könyvben. Bácskiskun megyei településekről van szó, és természetesen Petőfihez köthetően van benne a Ludas Matyi mintájára egy Ludas Sanyi is, amely Petőfi Sándort jeleníti meg ebben a mesekönyvben, és erre építenénk a következő időszakban is. Lesznek rajzfilmeink Petőfiről, lesz homokanimációs megjelenésünk több helyen. És természetesen a Meseföldnek folytatódik egy legendáriumos kiadása is, meg lesz még egy meseföld is. És van még egy jó hírem ezzel kapcsolatban, ami most Petőfitől függetlenül: hogyha valakinek megtetszett, minden egyes település óvodájába eljutattuk ezt a mesekönyvet nagyon sok helyre, könyvtárakba és az összes könyvtárba is, de ha valakinek megtetszett ez a mesekönyv, fantasztikusan szép egyébként, ezt a megyei önkormányzatnál meg is tudja most kapni karácsonyra, ő, csupán a postaköltséget kell, hogy kifizesse, tehát mi ezt elküldjük számára ő, ajándékképpen ő, gyönyörű megyénket, ő, tartalmazó meséket a települések benne vannak, Bajáról, Csengődről, kis és így tovább. Szóval a nagyon picitől az egészen nagy grandiózus eseményekig mindenre számíthatunk jövőre. A 365 napból lesz olyan, ami nem lesz lefedve. Ennyi ötlet mellett? Nagyon sok lesz, és nyilván naponta is több helyen az országot tekintve különösen szeretnénk bevonni ebbe a testvérmegyeinket is, tehát akár Erdélybe, Hargita megyébe is közös projekteket, közös programokat fogunk szervezni velük. De hát, hogyha valaki belegondol ebben, nagyon sok, Magam is nagyon sok olyan petőfi csoportot ismerek, akár Szlovéniában, akár mású, vajdaságba, délvidéken, akik Petőfi nevét viselik, és ez a fajta magyar összefogás, az egy szenzációsan jó anyagot képez, ehhez mindenhez petőfi. tehát Közös pontja szerintem ennek a közös kapcsolatoknak nyugodtan lehet petőfi szender Hát egy év múlva ugyanitt fogunk beszélgetni, én biztos vagyok benne erről az emlékévről, akkor már tapasztalatokkal, minden esetre a szervezés az én kitartást kívánok, mert gondolom, hogy ezért kell majd energiaerő, és hát persze odafigyelés is. Köszönöm szépen, mindent meg fogunk tenni, hogy ez jól sikerüljön a 22-es év is, és majd a 23-as is.